A velünk Szakó Balázs, aki egy nemzetközi természetmagazinnak a díját nyerte a legjobb fotójával, amit nem sokára megmutatunk. És elhoztad nekünk a felszerelést is, de mielőtt eljutnánk ide, szeretném elmondani a nézőknek, hogy milyen kalandos úton jutottál el te idáig, hisz te 3 évig dolgoztál a Paksi Atomerőműben, és ezt hagytad fel, és azt mondtad, hogy itt az idő, hogy a hobbinak éljél. És ezért te mindenedet te is adtad ráadásul. Ez egy elég nagy vállalás. Igen, én 10 évet dolgoztam 3 műszakban Pakson az atomerőműben, és 3 éve körülbelül kezdtem el fotózni. Egyből beleszerettem, így nagyon sokan kérdezik azt is, hogy jött egyáltalán a fotózás, egy teljesen ösztönös dolog volt. Tehát én nem találtam ki, hogy fotózok, hanem egyszer csak jött, és hát te lapozgattad ezeket a természeti magazinokat, hogy mostan bejön. Persze, és az első gépem előtt én már elolvastam több könyvet is, aztán amikor meglett az első fényképezőgépem, akkor az első 30 fotó után én majdnem sírva fakadtam, mert egyáltalán nem azt kaptam vissza, amit én szerettem volna, amit én elképzeltem. Akkor jött egy év, amikor elkészítettem a jó 30-40 ezer legrosszabb fotómat, és most kezd el közelíteni ahhoz, amit én az elején elképzeltem. Mint például ez a kép is, ugye, amit Izlandon lőttél, ez olyan félelmetes. Ugye ezeken nincsen külön effekt, vagy van? Nincsen semmilyen, itt több nehézség is volt, mert ez a jégbarlang ezen a képen 10-szer nagyobbnak néz ki, amekkora ott a helyszínen volt. Tehát ez egy 200 méter hosszú luk volt, tehát élőben nekem ez inkább egy csalódás volt, legfőképp a sok turista miatt, mert itt 30-40 ember volt bent ebben a barlangban egyszerre, és ugye én egy fotós túrán voltam, itt voltak velem a vérprofi fotósok, és érdekes volt látni azt, hogy ők néznek egymásra tanástalanul, hogy itt most mit fogunk fotózni. És akkor jött egy turista... Ezt megnyerted a díjat. Jött egy turista vezető, aki elkezdte azt a szép falat, amit ott látszom, a plafonon lekaparni egy lapáttal, és azt mondta a turistáknak, hogy akkor ez itt most a selfie fal, mert akkor ott több fény jött be, és fotózták egymást a turisták. De jó ég. Akkor legszívesebben elmentem volna haza. De aztán mi megvártuk, amíg elmegy mindenki, és akkor álltunk neki igazából fotózni. És nekem még azért is egy szép emlék ez a fotó, mert van egy alak ott a háttérben, ő Daniel Cheong, aki miatt én elmentem igazából erre a túrára, ez teljesen véletlenül van ő rajta. Ami még nehéz volt itt, az, hogy ebben a barlangban nagyon sötét van, tehát ezt a képet én úgy készítettem el, hogy 8 különböző záridővel lőttem itt fényképet ugyanarról a helyről állványa, és utána én ezek közül használtam fel mindegyiket ahhoz, hogy itt lássátok teljesen a részleteit magának a barlangnak a plafonon, meg látszódjon kint a naplemente is, mert ott kint sokkal világosabb volt. Ez a Daniel Cheong egy mentor számodra? Igen, én mindenképpen miatta döntöttem úgy először, hogy részt veszek ezen a túrán. Ő egy híres fotós, ha jól gondolom. Igen. Jó, és csak azért, mert mind laikus, aki nem biztos, hogy ez így első körben tisztában vagyunk. Hogyha egy ilyen pályázatra készítesz munkát, akkor ki van kötve az, hogy például nem használhatsz különféle filtereket, nem használhatsz különféle utómunka során bármilyen olyan eszközt, amit, vagy bármilyen olyan trükköt, amit esetleg mondjuk még önszántadból ráraknál? Hát a pályázatok az egy teljesen más helyzet. Ugye ott nem lehet a képből elvenni, meg visszatenni rá bármit, ami alapból nem volt ott. Uh-huh. Tehát csak a igen, de természetesen megfotózott lehet. Képet. Tehát a szűrők, amiket én használok, azok abban segítenek, hogy minél jobb alapfényképet készítsek. Tehát a nyers kép már tökéletesen ki van exponálva, nincs benne kiégés, és így később aztán az utómunka során is sokkal jobb dolgokat lehet belőle kihozni. A pályázatok, azok ott nem szoktunk annyira belenyúlni a képekbe. Ez hol van? Ez Balatonon volt, pont egy gólyatáborban fotóztam, és jött egy szupercella. A Balatonon kaptad igen, el ezt két a éve volt. A villámoknál hosszan kell exponálni? Ez változó. Attól is függ, hogy pont mekkora a villám, amit ugye nem tudsz előre, meg hát hogy milyen messze lesz. Lehet, hogy látod, hogy igen, például ez a Paksi Atomerőműnél, ezt műszak után készítettem, és itt akkora szerencsém volt, hogy pont oda került a villám, ahol a képben is esztétikus. Tehát ez nagyon sokszor a villámoknál a szerencse számít. Mm. Kicsit úgy tűnik, mintha viharvadász is lennél valahol. Hát igen, ez a nyár... Szereted ezeket a helyzeteket? Igen, nagyon. A nyár az így szokott eltelni, hogyha jön a vihar, akkor én megyek, és ezért is jó, hogy most már szabadabban mozgok, tehát nem vagyok oda kötve sehova, mert annál rosszabb érzés nincsen, amikor
bent ülsz műszakban bezárva, tehát a primer körből én ki se tudtam jönni, még csak a levegőre sem abban a 8 órában, és közben pedig jön egy vihar, vagy van egy nagyon szép naplemente. Melyik időszakot jobb fotózni, a telet, a nyarat, a tavaszt? Mindegyiknek megvan a szépsége. Én leginkább nem ezt az egy téli képet láttam, ugye, ahol Izlandon voltál. Meg a többi, meg talán még itt van, ez azért a nagyság rendileg mondjuk szerintem inkább a tavasz, ősz az, ami hát igen, színdúsabb. A napkelték, naplementék azok akkor a legszebbek nekem, de ugyanúgy megvan, tehát ősszel teljesen más színű nekem egy nap felkelte, vagy egy naplemente, teljesen más színek vannak, és ezért is érdekes. Most már remélem, hogy sokkal több időm lesz arra, hogy minden körülmények között fotózhassak télen is, nyáron is. Reméljük is, mert várjuk további jogon is a képeidet, mert gyönyörűek, tényleg fantasztikus. És nem csak az egy, hanem az összes csodálatos. Összes, alig bírtam mondom elvenni a tekintetemet, Szabó Balázs volt elünk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!